A szeptembertől életbe lépő technikum a korábbi szakgimnáziumokhoz képest egy teljesen új rendszer lesz a szakképzésben. Megváltozik a tananyagtartalom, megváltozik az oktatási rendnek az ütemezése, időtartalma, és megváltozik a diákoknak nyújtott szolgáltatás, kedvezmény, ösztöndíj mértéke is és összege is. Gondolom, hogy ennek az új információknak köszönhetően megnőtt a jelentkezők száma iskolánkba, és a korábbi osztályokhoz képest plusz egy osztályt tudtunk indítani a hozzánk felvett diákokból. A technikumi képzés 5 éves lesz, ami úgy áll össze, hogy a 4. év végén 3 közismereti tárgyból kell érettségit tenni, 5. év végén pedig idegen nyelvből érettségiznek, és a szakmai tárgyból emelt szintű érettségit tesznek, ami OK és végzettséget is jelent, valamint pluszpontot a továbbtanulásnál. A másik, ami nagyon nagy újdonság és nagyon vonzó lehet a diákok számára, hogy már a 9. évtől ösztöndíjat biztosítanak a diákok számára, tanulmányeredménytől függően, ami az 5%-tól a 35%-áig terjedhet a mindenkori alsó minimálbérnek. Ezentúl pedig, aki végez és pályakezdőként kíván elhelyezkedni, annak pályakezdési támogatást is biztosít az állam, ez pedig a mindenkori minimálbér 80%-ától 180%-áig terjedhet. Azt gondolom, hogy ezek mindenképpen olyan vonzó szempontok, ami miatt érdemes a technikum mellett dönteni. Én pedig tudom, hogy a tartalom is olyan modern változásokon ment át, ami a munkaerőpiac szinte napi változásai is figyelemmel kíséri, és ehhez igazodik. A közlekedési területen a vasúthoz, az ország egyik legnagyobb vállalatához kötődve a vasút üzemi és vasút gépészeti ágazati képzéseket indítunk kereskedelmi és közgazdasági ágazati képzéseket is, indítunk belügyi közbiztonsági képzést, és kiemelt stratégiai képzést nálunk az informatika. Én azt gondolom, hogy az informatika az egy olyan, mondhatom, tudományág, vagy képzési terület a technikumban, aminek aztán tényleg minden pillanatban igazodni kell a tudomány fejlettségi szintjéhez. A gimnázium iránt érdeklődők is megtalálhatják a számításaikat az Apáczai Csere János szakiskolában, ugyanis az idén először indítanak pedagógiai szakgimnáziumi oktatást a Pécsi Tudományegyetem partnerintézményeként. Az új technikusi képzésnek az elsődleges célja, hogy duális keretek között valósítsuk meg. Vannak olyan területek, ahol ezt kiemelten sikerül megoldani. A vasúti képzéseink kivétel nélkül mindegyik duális képzés keretein belül fognak megoldódni, méghozzá úgy, hogy a gyakorlati helyi Dombováron biztosítottak a diákjaink számára. A kereskedelmi területen is, a Dombovár és a város környéki kereskedelmi áruházakban, kisebb boltokban sikerült gyakorlati feltételeket biztosítani. A közgazdasági, rendészeti és informatika területen elsősorban iskolai gyakorlati feltételekre fogunk támaszkodni. A duálképzés alatt a tanuló a választott szakma elméleti részét az iskolapadban, míg a gyakorlati részét a partnercégeknél tanulhatja meg. Szakképzésnek mindig is az volt a feladata, hogy a munkaerőpiacsal szoros kapcsolatban legyen és reagáljon a munkaerőpiac elvárásaira, azzal, hogy olyan képzéseket indít, amelyekre a munkaerőpiacnak igénye van. Mindig figyelembe vesszük a velünk kapcsolatban álló nagyvállalatoknak az igényeit, valamint a nem éppen nagyvállalatokhoz kötődő, de kisebb munkáltatóknak az igényeit is, és úgy válogatunk az általunk kínált szakképzések profiljai között, hogy megfeleljen ezeknek az igényeknek. A mi iskolánk beiskolázási területe szinte egész Dél-Dunántúl, tehát Dolna-Somogy-Oranyában jönnek hozzánk diákok, és tudják azt, hogyha itt valamelyik szakunkat választják, akkor ezzel a végzettséggel azon a területen vagy tovább tudnak tanulni, vagy pedig el tudnak helyezkedni. Az iskola kollégiuma pár éve felújításra került, amellett, hogy akadálymentesítve lett, 2 ágyas szobák várják a távolról érkező tanulókat. Itt már az Eszterházy Miklós szakképző iskola fodrász tanszobája látható, ahol most nagyobb a csend és a rend, mint ilyenkor általában szokott. Rengeteg ágazatban várjuk a felnőtteket, szociális, egészségügy, sport, az autószerelőket is várjuk, akiket most per pillanat azért úgy hívunk, hogy gépjárműmechatronikai technikus, erre mindenkinek fölhívnám a figyelmét. Aztán a gépészet területén, vendéglátás területén, tehát nagyon-nagyon széles a kínálatunk, úgyhogy én mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy ezeket az ágazatokat a honlapunkon, hogyha megnézik,
és elolvassák, hogy mi mit akar, akkor egy pontosabb képet kapnak arról, hogy mi milyen képzéseket kínálunk, és nagyon nagy szeretettel várjuk őket. Az idei évtől már arra is lesz lehetőség, hogy egyénre szabott tanrendek készüljenek a felsőoktatásban. Minden tanulni kívánó felnőttnek felmérik az adott szakmai tudását, és akár az is előfordulhat, hogy egy 2 éves képzést 10 hónap alatt végezhet el. Ha valaki már régóta dolgozik egy szakmában, de nincs meg a szakképesítése, akkor akár a jelenlegi munkahelyén is eltöltheti a szakmai gyakorlatot. Nem kell az iskolapadban ülni 2-3 alkalommal, mert digitális távoktatásban is tanítható az elméleti anyag. 174 alapszakmánk van, és ezt most iskola rendszerbe lehet elsajátítani, de ez nem jelenti azt, hogy ha iskola rendszerbe jön egy felnőtt, akkor 2, 3, 4 vagy 5 évig kellene itt tanulnia, hanem megvan most az a lehetősége egy iskolának, hogy aki ide bejön, felmérjük az előzetes tudását, nem kell, hogy papírja legyen arról, hogy már valaha volt szakács, lehet, hogy kint külföldön dolgozott pár hónapot, mi azt beszámíthatjuk, és egy megfelelő képzési időt tudunk neki javasolni. Egyéni tanrendet akár, vagy pedig e-learning módon, vagy pedig digitális tananyagokkal tudjuk segíteni azt, hogy minél rugalmasabban tudjunk felkészíteni egy felnőttet. Tehát én azt javaslom mindenkinek, aki érettségivel rendelkezik, hogy a technikumi képzéseinket nagyon alaposan nézze át, és aki 8 osztályra rendelkezik, az pedig a szakmai alapszakmákat nézze át, hogy miket lehet választani. Érdemes az iskolák honlapján utána nézni a különböző szakmai képzéseknek, mert egyes szakmák más, hangzatosabb nevet kaptak. Emellett minden felnőtt 2 szakmát tanulhat ingyenesen az új rendszerben, és ez államilag elismert OK-s végzettséget ad.